A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 17-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk a Jankovics Ferenc emlékülésre, majd megismerkedhetünk a Balettszínház új évadának előadásaival. Ezt követően bemutatjuk a Vár folyóirat új számát, végül pedig beszámolunk a már vártalak nyárbúcsúztató rendezvényéről. Tartsanak velünk! Jankovics Ferencre emlékeztek a Városházán, családja jelenlétében előadásokkal idézték meg a költő életművét. A Vörös Marti Társaság, Székesfehérvár önkormányzata, a Vörös Marti Mihály Könyvtár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fehérvár megyei tagozata és a Magyar Írószövetség Közép-Dunántúli csoportjával karöltve Jankovics Ferenc munkásságát idézték meg a Városháza dísztermében. Az 1907-ben Székesfehérváron született költőre, íróra, műfordítóra emlékezve Lernár Zsolt alpolgármester köszönetet mondott a szervezőknek és megerősítette, hogy házigazdaként örömmel csatlakozott a város önkormányzata is az emlékesthez. Jankovics Ferenc az ismeretlen ismerősök közé tartozik a mai ember számára. Hála az évenkénti születésnapján szervezett megemlékezéseknek sok fehérvár tudja meg, hogy a Kossuth és József Attila díjas író, illetve Baumgartner díjas író és költőnek emléktáblája van a Széla-téri takönyvtár falán. 1997. november 28-án születésének 91. évfordulóját avatta fel Pongrács Béla irodalomtörténész, majd 1999-ben egészítették ki a körbenfutó sütői vörös nézőkerekkel és egy felirattal. Sajnos aztán már kevesebben tudhatjuk, hogy nem csak városunk szülötte ő, hanem irodalmárként, sőt az irodalmi élet szervezőjeként is fontos szerepet vállal Székesfehérváron. Alapítója volt a Vörös Marti Irodalmi és Művészeti Társaságnak, és szerkesztője a Vár folyóiratnak. Szerencsére mindkettől mai napig működik, és szolgálja nem csak a tagok, hanem a város és régió egész közösségének épülését. Az emlékülésén elsőként lánya Jankovics Krisztina mesélt édesapjáról, illetve a két lány testvérével közösen megélt emlékeikről. Amióta megtudtam, hogy lesz ez az emlékülés, állandóan ez jár a fejemben. Édesapámra gondolok nagyon sokat. Én abban a lakásban lakom, ahol a szüleim mellett felnőttem, úgyhogy minden, szinte minden tárgy, minden bútordarab emlékeztet rá. Milyen gondolataim vannak? Én fogok itt beszélni az emlékeimről édesapámmal kapcsolatban. Azok foglalkoztatnak elsősorban, és hát a szülőváros, ahova olyan boldogan jött rendszeresen, és engem is hozott sokszor. Sebők Melinda irodalomtörténész, a Vörös Marti Társaság elnöke, mester és tanítvány címmel, a szintén székesfehérvári kötődésű György Oszkárhoz fűződő irodalmi és emberi egymásra hatásokról tartott előadásából megtudhattuk, hogy a költőíró műfordító életművét a versek mellett prózai alkotásainak gazdag sora, társadalmi és történelmi regények, háborús napló, memoár, népszerű irodalomtörténet és műfordításai teszik teljessé. A Kossuth díjas költőíró műfordító Jankovics Ferenc kiszorult a magyar irodalmi kánonból, éppen ezért a Vörös Marti Társaság, a Vörös Marti Könyvtár és a Magyar Irodalom Történeti Társaság helyi tagozata fontosnak érezte, hogy egy kisebb konferencia keretében megemlékezzünk az életművéről. Jankovics Ferenc a nyugat harmadik nemzedékével indult el a költői útján az 1930-as években. Párizs varázsa, Pannonia idillia ihleti költészetét. Párizsban jelent meg első kötete is, Kenyérszegés címmel, amelyről egykori székesfehérvári tanára György Oszkár írt ismertetést a Nyugat folyóiratban elsőként. György Oszkár a Székesfehérvári Reálgimnáziumban tanította. György Oszkár tanítványaként itt vált költővé, itt bontogatta szárnyait. György Oszkár tanította meg Jankovics Ferencet a francia műfordítás fortéjaira,
ő vezette be a költészet rejtelmeibe, és Jankovics mindig szeretetteljes szavakkal emlékezett meg mesteréről az önéletrajzi regényeiben is. A Petőfi Irodalmi Múzeum Jankovics hagyatékának Györgyoszkár levelei bizonyítják, hogy mester és tanítvány kapcsolata nem szakadt meg a székesfehérvári évek után sem. Váci Márk a költő nagyívű munkásságának ezúttal azt a részét ismertette meg hallgatóságával, amellyel nem közvetlenül Jankovics Ferenc költészetét, sokkal inkább a városhoz kötődése apropóján a múlttal foglalkozó gondolatait tárta elénk. Jankovics Ferenc ezer szállal kötődik Székesfehérvárhoz, tehát a szülői házától kezdve az általános és középiskolai tanulmányain keresztül az irodalmi munkásságának a kezdetei mind-mind ide kötődnek. Gondoljunk arra, hogy György Oszkárnak volt az egyik jeles tanítványa, aki ugye a főreáliskolának, később reálgimnáziumnak volt az oktatója, ugye a holokauszt áldozata lett, és az ő révén került közel Jankovics egyébként a nyugathoz többek között, és ő volt az, aki azt mondta, hogy Jankovics a magyar irodalomban elsősorban a népiséget képviseli, de mégis azt az urbánus szemléletmódot, azt az életet tudja egyesíteni ezzel a népi szemlélettel, ami akkor jellemezte Székesfehérvárnak például a városi kultúráját. Én elsősorban az ő történelmi regényeivel foglalkozom, illetve helytörténészként a Székesfehérvár a Fejér megyére vonatkozó írásaival, ezeket közlő adatokkal, és rendre felbukkan egyébként ezekben, akár a novelláiban, akár a történelmi regényeiben egy-egy székesfehérvári vagy Fejér megyei helyszín, a Sárpenteré gyermekkora, vagy éppen a Mátyás trilógiája kapcsán, ugye a székesfehérvári koronázási események, temetkezések, Korvin Jánosnak a székesfehérvári itt tartózkodása, második Ulászlónak a koronázása, és mindezt lehetne még tovább sorolni. És hát természetesen azért, mivel szép irodalomról van szó elsősorban Jankovics esetében, ezért vannak olyan adalékok, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a történelmi valóságnak, és nyilván a történésznek ezzel is foglalkoznia kell, hogy a szép irodalomban hogyan jelenik meg egy városnak a története. Én azt gondolom, hogy attól, hogy ő fiktív elemeket használ elsősorban, főleg azért, hogy a dramaturgiát tovább tudja gördíteni, nem kell kárhoztatnunk arra, hogy feledésre ítéljük őt, és mindenképpen hasznos helytörténeti szempontból is, hogyha az ő írásait használjuk. Bakony István József Attila díjas irodalom történész megerősítette, hogy Jankovics Ferenc életműve kivételesen fontos a jelen irodalmi kultúrájában is. Jankovics Ferenc kétségre azon költők és írók közé tartozik, aki Fehérvárról indulván, itt születvén és itt iskolában járván, olyan ismeretlenkedettek szert, amely később az ő íróvá, költői válásukban igen fontos szerepet játszott. És az is nagyon érdekes, hogy egy életmű útvéletében nagyon fontos az, hogy a jogutódok milyen szerepet játszanak, és itt a legjobbakat tudom mondani, hiszen Jankovics Krisztina és testvérei mindig folyamatosan ápolják édesapjuk emlékét, de nem csak Fehérváron, hanem Bodajkon is, ugye az is egy nagyon érdekes irodalomtörténeti tény, hogy Bodajkon játszódott a Cseppa-tengerben című II. Világháborús naplóregénye Jankovicsnak, de hozzáteszem, hogy a szülőházhoz közeli szénatéri könyvtár farán, ahol láthatjuk azt a domborművet, amit ugye Széke János előkészített, ott is minden évben a születésnapon, november 29-én koszorúzás van, irodalmi estereibe kötve. Tehát azon jó példákat tudom most, jó példát tudok most mondani, ami arról szól, hogy igen, az utóélet az eleven, persze kötődik egyébként a régmúlt irodalomtörténeti tényekhez is, hiszen a Vár című folyóirat jogelődje, az a régi Vár, az Jankovics életében is igen fontos szerepet játszott. Pálfalvi András a fehérvári költőtársadalom ikonja, a jelen és a jövő fontos feladatának tartja, hogy méltósággal emlékezzünk. Nem lehet közömbös nekünk valaki, aki Fehérvár szülöttje az 50-es, 60-as években, mindannyian olvastuk, hát a verseit már kevésbé, de a történelmi regényeit igen. Az, hogy van itt egy könyvtár, aminek a falán van egy Székely János én által készített dombormű, ami megtorpantja az embert, elgondolkodtatja, és ezek a gondolatok esetleg, ha valaki írni akar valamit, akkor netán valamilyen írásban meg is testesülnek. Az irodalmi összejövetele elején egy perces néma fülhajtással emlékeztek a tragikus hirtelenséggel elhunyt Mihály Győző színművészre.
Nagy érdeklődés mellett rendezte meg hagyományos nyílt napját Székesfehérváron a Balettszínház. A találkozón az érdeklődők tájékoztatást kaptak az új évad műsoráról is. A Székesfehérvári Balettszínház 6. születésnapját köszönhetjük ebben az esztendőben. A társulat székházában megrendezett évadnyitón Cserpakovics András polgármester és Lerner Zsolt alpolgármester is megerősítette. Mára elmondható, hogy az eltelt első évek során a kortárs táncszínház szervesen beépült a város kulturális életébe, és egyre bővülő közönségtáborral rendelkezik. Egy új színfoltja lett ez a város kulturális életének, és valóban most már így elmondhatjuk, hogy most már nem egy új intézményt köszöntünk itt az évad elején, nem valami újdonságról beszélünk, hanem a város kulturális életének egy szerves részét alkotó kulturális közösségről és csapatról. Nagyon sok nagy élménnyel ajándékozta meg a közönséget már az együttes az elmúlt esztendőkben. Nagyon sok érdekes egyéniséget ismerhettünk meg a táncosok révén, és nagyon sok felnőtt, vagy éppen diák gyermek előadás keretében okozott sokaknak örömet. És a város kulturális életén túl nyugodtan mondhatjuk, hogy az ország kulturális életének is része, hiszen balett együttesből, főleg kortárs balett tekintetében nincs túl sok az országban, sőt Európában is. Ez egy olyan kulturális produkció, ami vinni tudja a város hírét, hírnevét, és erre jó példa, hogy most a királyi napok előtt a tánctér produkcióval valójában egy országos programot is a Balettszínházunk tudott elindítani. Izgalmas évad elé nézzük, egy évad bemutatója az mindig egy kis ünnepe a kultúrának, hiszen elkezdődik az ősz, az ősszel együtt a kulturális szezon is, látjuk, hogy lesznek gyermekdarabok, felnőtt darabok, de hát erről majd a szakemberek fognak már beszámolni. A közönség találkozóval egybekötött évadnyitón Egerházi Attila hangsúlyozta, hogy a kezdetektől fogva fontosnak tartották a jelentős városi rendezvényeken való fellépést, amelynek előadásaik révén a város polgárainak is szélesebb rétegéhez jutott el művészetük, miközben ezen rendezvényeknek köszönhetően tömegbázisuk is gyarapodott. Ezt követően értékelte az elmúlt év történéseit, bemutatta az idei év műsorait, illetve a társulat új tagjait, majd az érdeklődők megismerkedhettek egy próba történéseivel. Nagy öröm számunkra, hogy meggyökerezett ez a kultúra, a táncművészet és a kortárs tánc Székesfehérváron és Fejér megyében. Nagyon boldogok vagyunk, hogy egyre növekszik az a tábor, aki kíváncsi és értője most már a táncművészetnek. Ugye a legősibb műfajról beszélünk, kommunikációs formáról, táncművészetről, és az is nagyon nagy öröm volt, amikor nálunk volt a nyitó programja az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban elnevezési, tánctér elnevezési programnak, és ez meg aztán abszolút külön öröm számunkra, táncművészek számára, hogy a táncművészetet választották, hiszen az üzenet átvívő és közvetítő ereje a testbeszédnek, hát mára azt gondolom talán erősebb a szavakénál, és nem véletlenül választották a táncművészetet, és mi erre büszkék vagyunk, hogy nálunk volt ez a megnyitó. Úgyhogy ezekkel az érzésekkel vágunk neki az évadnak, elkezdtük az évadunkat, és egy két nagyszabású bemutatóra is készülünk, nem nagyon szeretnék spoilerezni, de ugye szeptemberben lesz a gyerekeknek szóló és felnőtteknek is a Pinocchio című balettünk, kamaraszínházi bemutatója, illetve novemberben készülünk egy újabb bemutatóval. És természetesen láthatjuk újra a Kövek előadást is. Így van, a Kövek című produkciónk nagyon fontos helyet foglal a repertoárba, ugye ez évben emlékezünk meg a holokauszt 80. évfordulójára, erre emlékezni és emlékeztetni kell, és egy táncszínházi produkciót készítettünk, aminek már megvolt a bemutatója Székesfehérváron, de budapesti bemutatója még nem volt. November 5-én a Művészetek Palotájában lesz a Kövek című balettünk budapesti bemutatója. A
Pinocchio darab koreográfiáját, amely egyként szól a gyermekeknek és a felnőtteknek, ezúttal a társulat vezető táncosa Krisztina Porres Mormeneo álmodja színpadra. Nagyon izgalmasan kezdtünk dolgozni, már több mint a fele megvan a darabnak, és hát a a gyereknek való, a legfontos, hogy legyen értelmes, lehet követni a sztorit, a történet, és hogy legyen humor, de legyen is rengeteg, ami tanulni való a gyereknek. A társulat számára is minden bizonnyal megerősítést jelentett, hogy Cselle Bence operatív vezető Szent István ünnepén a magyar bronz érdemkereszt kitüntetésben részesült. Ez az elismerés abban erősített meg, hogy az elmúlt 6 évnek igazán volt értelme. Én a Táncszínházhoz az alapítást követő 7. napon csatlakoztam. Az elmúlt 6 évben a tudásomhoz és a lehetőségeimhez mérten igyekeztem mindent beletenni. Igazából ez lett az életem az elmúlt 6 évben, és engem az abban erősített meg, hogy érdemes csinálni, és érdemes mindig előre is előre menni. A nyílt nap résztvevői a program keretében megismerkedhettek egy interaktív balettgyakorlat próba történéseivel, illetve egy részletet is megtekinthettek a legújabb, szeptemberben bemutatásra kerülő Pinocchio című produkcióból. Megjelent a Vár, a folyóiratot a Vörös Marti Társaság dísztermében mutatták be az olvasóknak. Ott születtem én az álomtájon, Móri-Bóri vidéknek sose fájon. Megjelent a Vár irodalmi és közéleti folyóirat új száma, amelyet nagy érdeklődés mellett a Társaság Kossuth utcai székházában ismerhettek meg a szerzők és az olvasók. Sebők Melinda, a Vörös Marti Társaság elnöke megerősítette, olyan írók és költők mutatkozhatnak be, akik írásaikkal méltó módon emlékeznek a múlt nagyjaira, és a jelenben és a jövőben is sokat tehetnek az irodalom kedvelőkért. A Vár nyári száma számos vers, esszé és filmkritika mellett több irodalomtudományi tanulmányt is közöl. Ezek az irodalmi tanulmányok igen sokszínűek és változatosak. Egyrészt tragikus sorsú szerzők is bemutatásra kerültek, többek között György Oszkár, Nagy Gáspár vagy Kunc Aladár. Másrészt Jávor Ottóra, a Vörös Marti Társaság egykori elnökére emlékezünk, a legendás irodalomtanár Mohácsi Károly több Jávor Ottóról szóló írását is tartalmazza ez a folyóirat. Mindemellett a vers rovata is nagyon színes, és filmkritikát is tartalmaz zárófejezetként. Tehát a teljesség igényével készült. Én azt gondolom, hogy ha valaki fellapozza, az látja, hogy a szerzők helye közel változatlanok, viszont azért vannak újdonságok is. Hát mindenképpen vannak újdonságok, hát egyrészt egy Nagy Gáspár fejezete van ennek a számnak, egy kisebb Nagy Gáspár tematika, egy nagyon fiatal, magyar történelem szakos, nemrég végzett hallgató OTDK győztes dolgozatának egy részletet olvashatjuk, Nagy Gáspár Öröknyár elmúltam, Öröknyár című versének az elemzéséről. Másrészt Nagy Gáspár egykori évfolyam társa, Polák István is megemlékezik a szerzőről, és azt gondolom, hogy György Oszkár halálának 80. évfordulóján nagyon jó visszatekintést nyújt ez alap György Oszkár és Babits kapcsolat történetének teljességéről, egészen a halál pillanatáig 1944-ig. Mind a mellett történelmi tárgyú írásokat is tartalmaz alap, úgyhogy érdemes beleolvasni. 22 szerző művei vannak benne, versek, esszé, novella, tanulmányok és emlékezés, amiről majd mi is fogunk beszélni, olyanokra, akik már nincsenek közöttünk sajnos. P. Maklári Éva a társaság alelnöke számára is fontos pillanat a folyóirat megjelenése, mert méltó módon közvetíti a társaság szerzőinek a 21. században kiemelten fontos alkotói elképzeléseit, emellett megidézik azokat is, akik már csak az égi írótáborokban publikálnak. A most bemutatásra kerülő Vár
tartalmilag is, terjedelemben is sokat ad az olvasóknak, akik 22 alkotónak a verseit, esszéit, tanulmányait, novelláját olvashatják ebben a várban, és az emlékezés nagyon fontos szerepet játszik most. A szerzők emlékeznek a székesfehérvári tanár György Oszkárra, szoros barátságára Babits Mihállyal, Nagy Gáspárra, aki végre 2020-tól bekerült a középiskolás magyar irodalmi anyagba is. És emlékezünk Pomogács Bélára, aki Kunc Aladár életéről és műveiről ír nagyon szépen, és Mohácsi Károly tanárúrra és irodalmára, aki pedig, hogy az ő szavaival éljek, a méltatlanul agyonhallgatott és igazán nem értékelt Jávor Ottónak a regényeiről és a novelláiról ír. És hogy teljes legyen ez a szerintem szép folyóirat most, az Áron Nagy Lajos művészetbaráti körnek a tagjai rajzoltak, festettek, és ezek az alkotások díszítik most a várat. Mióta Janus a lengyelek istenének szolgálatába állt, és biztosan ott is fáradhatatlanul szervez, alázattal, önzetlenül a legnemesebb célért, amiért élt itt az árnyékvilágban, te érted, és én értem, értünk a közös szent ügyért, és ott a fénylőben is most azóta alig-alig látjuk egymást. Hiányzol, hiányoztok, Harri. Zseg, Opole, Krakó, a tábor, az egymásnak mondott versek, vagy a szavak nélküli pillanatok, a mindennél többet jelentő üzenet, dva bratanki, amíg világ a világ, történelmünk győzhetetlen hite, a megtett utak dicső pillanatai, melyek magasra emeltek minket. Bobori Zoltán számára, aki a jövőben a folyóirat főszerkesztőjeként idézhetünk meg, fontos, hogy a múlt lendülete megmaradjon, és a vár népes olvasótábora továbbra is hiteles szerzői attitűdök mentén született művekkel gyarapodjék. Természetesen megint azzal kell kezdeni, hogy nagyon nagy öröm mindig, hogy megjelenik a vár, és hát most, mint mindig, ezúttal is arra törekedtünk, hogy változatos szám legyen, olvasmányos, szeretnivaló szám legyen. Én azt hiszem, hogy ez sikerült. És hát továbbra is örömmel számolhatok le arról, hogy nem csak helyi szerzők vannak, hanem határon túli íróbarátainknak is található benne írása. Hát nagyon várom, mint mindig, hogy milyen lesz a fogadtatás az olvasók körében. Remélem, hogy jó. Nincs kétségem felőle, hogy így lesz, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az a lék, hogy tematikában nem igazán változott, hiszen én azt hiszem, hogy olyan ez az íróközösség, hogy mindenki ki tudta magából hozni a legtöbbet, legjobbat a saját szerkesztési elvei mellett. Igen, igen, így van, és én nagyon bízom benne, hogy minden szám van annyira értékes, hogy ez további kedvet és lendületet ad az írótársaimnak, nekünk valamennyiünknek, és hát továbbra is fontos feladat, hogy fiatalok kerüljenek a szerkesztők és a szerzők közé. Ebben is reménykedem, hogy így lesz. Az Ested a vár szerzőinek bemutatkozása mellett elhangzott, hogy rövidesen megkezdődik a társaság irodalmi estjeinek programsorozata is, amelyben számos szerző mutatkozhat be a fehérváriaknak. Nyárbúcsúztatót rendeztek a már vártalakban, idén is nívós zenei műsor és finomságok várták a kikapcsolódni vágyókat. Egy hamisítatlan zenés este búcsúztatta a nyarat a már vártalak.
A különleges pillanatok rajongói már 5 esztendeje alkotnak baráti csoportokat, hogy egy-egy alkalommal zenével, tánccal, beszélgetéssel mulassák az időt a csupa nagybetűs hely egyedi, bensőséges milliójében. Ma este swinges lesz, a Cannaro zenél, és a Cameron Swing Family táncosai táncolnak. Csada Imi és Szarvas Zsuzsi segítségével jött létre ez az esemény tulajdonképpen, most már harmadjára, mert minden évben van egy ilyen nyárzáró swing bullying, swing estünk, ahol akik szeretik a táncot, a swinget, a jó zenét, a balzsamos estét, a finom proszekot, lesz egy kis apró lecsó is, az itt megtalálja a helyét tulajdonképpen. Ez egy kötetlen táncos est, ahol aki akar táncol, aki nem akar, nem táncol, aki akar zenét hallgat, vagy nem hallgat, beszélget, iszik, eszik, jól van. Nagyon nagy igény van rá, én megmondom őszintén, nem is gondoltam, hogy ennyien lesznek a legelső alkalmunk, amikor az imiékkel erről beszéltünk, és megdöbbentett, hogy hány embert érdekel ez a fajta műfaj, és hogy nem találják, szóval nagyon kevés ilyen lehetőség van a városban ilyenfajta kikapcsolódásra, úgyhogy én nagyon örülök és nagyon büszke vagyok, hogy most már harmadjára van nálunk, mindig élő zene van, és mindig valaki más zenél, mindig az imiék segítenek megtalálni azt a zenekart, aki erre a legmegfelelőbb, idén a Cannaro, úgyhogy rettentő büszkék vagyunk rájuk. A már vártalak egyébként egy rendkívül fontos időszakot is magáénak tudhat. Idestova 10 esztendeje nyitottak, és a különleges sütemények és egyéb finomságok mellett a könyvek széles tárháza és egyedi kulturális programok várják a töpörtyüktől a nagymamákig, a nagypapákig a látogatót. 10 éve nyitott a könyvesünk, 2014 júniusában, és 5 éve a kenyeresünk. Nagyon fontos számunkra a kultúra, és ezt szerettük volna az elmúlt évtizedben a fehérváriaknak sugallni. Ezért dolgozunk, ez éltet minket, minden egyéb mellett is, de ugye ez nagyon fontos része a mi életünknek, és ezt nehéz megfogalmazni, mert egy nagyon nehéz évtized áll mögöttünk, és nagyon klassz, hogy ezt mi túléltük, és így túléltük, és hogy ennyi ember támogat minket, és hogy meg tudunk újulni. Ebben az évben rengeteg programunk van, ez a szülnapi év tulajdonképpen, rengeteg kulturális programunk, folyamatosan író-olvasó találkozók, estek, zenés estek, és mindenféle előadássorozat, úgyhogy próbálunk hülyek maradni ahhoz, amit mi kitaláltunk, amit mi elterveztünk, amikor megindultunk, és egyre jobbak lenni, és egyre több programot, lehetőséget, szórakozást nyújtani a fehérváriaknak. A szép számú vendégsereg megerősítette, szükség van a szórakozás és a kulturális élmények összekapcsolódási pontjára ebben a formában is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.